A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. Visszatért a nyári szünetről az Együtt magazin, így ismét aktuális témával várjuk Önöket. Azonban még egy kicsit visszatekintünk a nyárra, ellátogattunk a Fezenre, valamint jártunk az Agárdi Popstrandon és Fehérvár Csurgón is. Tartsanak velünk! 2 év kihagyás után ismét sikerült megrendezni a Fezent. A népszerű honi előadók mellett nagy sikerű világsztárokat is sikerült Fehérvárra csábítani. A következő percekben a fesztivál alatt készült riportokból láthatnak összeállítást. Szép estét kívánunk Fezen! Hölgyek, urak, bele is csapunk a lecsóba! Well, hello, 30Y, Jude Law, a halott pénz helyett beugró Horváth Tamás, vagy éppen a svéd Mesuge? Velük indult szerdán a jubileumi 25. Fezem, és a folytatása sem lehet panasz. Kovács Tóni főszervező szerint a mostani, minden idők legütősebb Fezenje. Szombaton 2 igazi világsztár a színpadon. Egyértelműen a szombat, amikor ugye egy napon van a Nightwish meg a Scooter, azért az 2 nagyon, nagyon erős, mondjuk úgy, hogy termék, úgyhogy az várhatóan teltházas lesz a szombati napunk, de hál' Istennek teljesen homogén módon a szerda, csütörtök, péntek mind a 3 egy tényleg kifejezetten erős napnak ígérkezik. Azt pedig talán csak kevesen tudják, hogy mekkora feladat volt összerakni a 25. Fezent, a szervezők dolgát alaposan megnehezítette az elmúlt 2 év. 2018-9-ben, amikor elkezdtük kötni ugye a 20-as évet, akkor voltak zenekarok, akikkel 308 forinton állapodtunk meg, és voltak, akiket 410 kellett kifizetni. Az mondjuk úgy, hogy nem kalkulálható költség egy ilyen rendezvénynél, tehát az is nagyon nehéz volt, de ami rendkívül nehéz volt, nyilván az, hogy fel kellett venni újra a fonalat. Tehát azért volt 2 olyan év, amikor az ember egy picit elkertészkedett, meg elsétálgatott a kutyákkal, egy kicsit bezárkózott, kifestette a lakást, egyebeket. Most ugye hirtelen elindult minden. A Covid-dal töltött elmúlt 2 esztendő természetesen a rajongók és a fesztivál szervezők mellett a zenekarok életét sem tette könnyűvé, sőt, a 30Y énekese Beg Zoli szerint az idősíkok csúsztak kicsit össze. A kimaradt 1,5-2 év, bár tulajdonképpen ez egy ilyen hamis kimaradás, mert néha játszhattunk, az leginkább azt csinálta, hogy összezavarodtak némileg az ilyen idővonatkozásaink. A mikor történtre van úgy, hogy a közelmúlt élményeként gondolok az előző Fezenre, holott 3 évvel ezelőtt volt. Szóval hogy az a helyzet, hogy ezek a kimaradások valahogy ezt csinálják, hogy kicsit összetolják az időélmény. Úgyhogy hát piszakul vártuk, de már magát a fesztivált, a mai napot is, de hogy alapvetően azt hiszem az volt bennünk, hogy evidensen tértünk vissza a tavalyi után, amelyik nem is volt. A 30Y természetesen ezúttal is remek bulit csinált, a pécsi zenekar Székesfehérváron is nagyon népszerű. Nem tudunk nem pécsiként fölmenni, még ha egyébként születésünk szerint egyikünk se pécsi. De mégsem tudunk nem pécsiként fölmenni a színpadra. És a zenekarral meg eltelnek az évek, vagy hogy mondjam, szóval amikor azt egyszer csak észreveszed, hogy már 22 éves zenekar vagy, akkor egy koncertet nem tudsz úgy játszani, hogy egy adott időszakra a legfrissebb dalokra koncentrálsz, hanem azt tudod mondani, hogy nézd, ezek vagyunk mi, ezt állítottuk a világról az elmúlt 20 évben, erről beszélünk, szóval szerintem egy nagy retrospektív koncert lesz, amiben 2002-től máig egy csomó 30Y dalt játszunk. A 30Y koncertjén ismét bizonyosságot nyert, hogy a zene örök és kortalan, hiszen a zenekar dalai ugyanúgy szólnak a mai fiataloknak, mint a régebb óta fiataloknak. Legalábbis Beg Zoliék ebben bíznak, és úgy tűnik, hogy ezt jól teszik. Második napjához érkezett a Fezen Fesztivál csütörtökön, egyebek mellett a Death Angel, a Mercyful Fate, Azaria, a Bagosi Brothers Company és Majka szórakoztatta a közönséget Székesfehérváron. A jubileumi Fezen azért is más, mint a többi, mert 2 év kihagyás után lehetett újra megrendezni. A Fezen az meg Fezen, hát most a 25 éve megy, 2, elmondott az 23, Antébe remélem megjoltják, hogy legyen még 25 is, ha jelent tényleg valóban. 3 év voltam egyébként utoljára az utolsó Fezenen, az is nagyon jó volt, és most éreztem azt, hogy végre kinyitott így a Covid ideje alatt egyébként, úgyhogy újra itt.
A harman nagy színpadon a Fall of the Flow fellépése nyitotta a koncertek sorát, és voltak, akik csak miattuk jöttek el a csütörtöki napra. 8-10 éve hallgatok ilyen hasonló zenéket, nem feltétlenül csak őket, de az összes ilyen hasonló kategóriai zenét szeretem, és igazából végre van fesztivál, úgyhogy lehet jönni. De melyik a kedvenc számot zenét tőlük? Fall of the Flow-tól? Hát igazából inkább a tavasz, de olyan nagyon nagy kedvenc nincs, az összeset szeretjük. Szerintem nagyon mai a stílusuk. Nagyon jó bulizós zenéik vannak. Ennyi igazából, imádom őket. A Fall of the Flow után a Bagosi Brothers Company szórakoztatta a közönséget. Bagosi Norbert külön örömnek nevezte, hogy a Covid időszak után ők is hozzájárulhattak ahhoz, hogy a Fezen ismét a régi fényében tündököljön. Nagyon örülünk, hogy újra itt játszhatunk, és nagyon-nagyon örülünk, hogy újra fesztivál szezon van, és lehet rendesen tolni a rock and rollt. Örülünk, hogy itt lehetünk a nagy színpadon, alig várjuk a koncertet, és egy igazi jó nagy másfél órás bagosi koncertre számíthat majd a közönség. Melyek a kedvenc számai a közönségnek, amelyeket soha nem hagyhattok ki? Ajaj, hát az Olyan ő az például egy ilyen, de hál' Istennek tényleg az van, hogy szerintem a 75%-át a repertoárunknak ismeri, szereti és énekli velünk együtt a közönség, és ez alatt értem akár a balladisztikus lassabb nótákat is, tényleg minden dalnak megvan a maga időpontja, amikor el tudja kapni az ember szívét. Bagosi Norbert kérdésünkre azt is elárulta, hogy melyik dalt hallhatja tőlük először a közönség. A Visszajövök című nótánkkal fogunk kezdeni. Amúgy azt kell tudni rólunk, hogy minden évben, évelején összerakjuk az évi repertoárt, nagyon kevés esetben télünk el tőle. Vannak a közepén mindig extra dolgok, hogy más-más helyszíneken mást játszunk, de alapvetően a keret az marad. És idei évben a Visszajövök azt hiszem most még egy jó pár koncert erejéig a kezdő nótánk, aztán a végében több dal is van, ez attól függ, hogy mennyire szeretné a közönség, hogy visszalépjünk a színpadra. Szép ide, szép oda, Miklósok, nem játék, a mentben nem táncol, csak Bagosiék után nem sokkal Majka következett, aki szintén elvarázsolta a nagy érdeműt, igazi parti hangulatot teremtve a fesztiválon, a csütörtöki hangulat tehát talán még a szerdait is überelni tudta. Azonban a Fezenen továbbra sincs megállás, a harmadik napon, vagyis péntek este, a többi közt a Honey Beast-et, Demjén Ferencet és a Carson Komát láthatja és hallhatja a közönség, a Total Dance Fesztivál pedig igazi hamisítatlan retro bulit ígér, olyan nemzetközi fellépőkkel, mint az EFL 65, a Mr. President, a Labush, a Snap, Alice DJ és DJ Sesh, de közreműködik a Cosmics, az UFO, a Happy Gang, Erős vs. Piggy Boy és DJ André is. Ilyet tudok, hogy... Egészségetekre, sziasztok, Fezen! És lehet kártyával fizetni! Az idei Fezen Fesztiválon sem számított semmi más, mint például az, hogy könnyen hozzá lehessen jutni a frissítőkhöz. Legyen jó a zene, vagy hogy itt legyenek a barátok, bár nagyon könnyen lehetett újakat is találni. Jó a hangulat, itt vagyok a barátaimmal, megnézzétek a kipámat! Aki ide belépett, az maximum azon gondolkodott, hogy melyik színpad felé vegye az irányt. Én voltam egy csomó fesztiválon, de ez a sátorhely, ez nem olyan jó, de a sátor alja, új hely, az zseniális. Már szombat délután be lehetett melegíteni a lábakat, hiszen a harman színpadon a Brains csapott fergeteges bulit. Már itt is látszott, a legkisebbektől kezdve a fiatalokon át az idősebbekig mindenki érzi és szereti is a ritmust. Bár a nap még le sem ment, a hangulat már a tetőfokára hágott. A fesztivál egyik legnagyobb sajátossága a szabadságélmény, ami miatt még a csücsörítős selfie sem volt ciki, sőt. Amíg a csapat egyik fele a Brainsen ugrált, a rokkosabb vonal kedvelői a Ródon csápoltak. Tapsból és sikításból a sátorban sem volt hiány, zenélt itt például a belga. De színpadra lépett itt Gangsta Zoli és a Kártel is.
Tényleg igazi stílus kavalkád ez a fehérvári fesztivál, és bár minden nap telt házas volt, ez a fesztivál mégiscsak családias, hiszen a városban és annak környékén élők nem tudnak úgy végig sétálni itt, hogy ne találkozzanak rég nem látott ismerőssel, baráttal, akit ezen a helyen biztosan öleléssel üdvözölnek. Ha az ember az elmúlt napokban a közösségi média felületeket nézi, akkor az az érzés, hogy mindenki a Fezenen volt, van vagy jön, és azt hiszem, hogy ez adja valóban ennek az egésznek a különlegesség. Egy kicsit ezért talán más is más fesztiválok. Ha lehet ilyet fogalmazni egy fesztiválnál, mondjuk 45 ezer ember fordul meg pár nap alatt egy helyszínen, de mégis családias. Egy kicsit maradt helyi, maradt Fehérvári. Egyébként szerintem ez Tóniéknak és az általa vezetett csapatnak köszönhető nagyban. Ők álmodták meg, és 25 éve végzik, sőt, hát ugye tudjuk, az elmúlt két évben nem lehetett tartani, tehát valójában lesz több is, de ez a 25. Fezen. Úgyhogy mit is kívánhatnánk, mint boldog születésnapot a Fezennek, mindenkinek, aki ebben a 25 évben itt járt a Fezenen, vagy aki éppen most itt van a Fezenen, vagy aki itt lesz a következő 25 évben. 25 évvel ezelőtt a Vidán Park régi színpadán kezdődött minden. Azóta sok minden változott, de a cél az semennyire sem. A Fezen főszervezője azt mondja büszke arra, hogy szinte a kert végéből élvezhetjük Alice Cooper vagy éppen a Prodigy zenét. A legnagyobb eredménynek Kovács Antal azonban mégsem ezt tartja, hanem azt, hogy aki korábban itt fesztiválozott, az most már a gyermekével vagy az unokájával mulat ugyanitt. Sok emlék van nyilván, hát 25 év az azért egy rendkívül nagy idő, talán az a legszívmelengetőbb az egészben, hogy most is így már a negyedik napja járja az ember nyilván a területet, és hát egy csomó régi arccal találkozik, aki már a gyerekét vagy esetleg az unokáját hozza a nyakába. Ilyenkor azért úgy érzi az ember nyilván, hogy volt értelme. Meg hát pont szoktuk beszélni ugye a kollégákkal, hogy az, hogy így Fehérváron a kert végében van mondjuk Alice Cooper, vagy ma este Nightwish, vagy Prodigy, vagy az, hogy ennek azért örülünk. Tehát, hogy talán azért sikerült valami nyomot hagyni így, ha más nem a városban. Az egyik legnagyobb durranás a szombat este folyamán a Nightwish fellépése volt. Talán túlzás nélkül állíthatom, sok-sok ezren vártak arra, hogy láthassák a zenekart Székesfehérváron. A születésnapi bulira a koronát a Scooter fergeteges partija tette fel. A hardcore mesterének óriási bulija méltó zárása volt a jubileumi fesztiválnak. Hogy lesz-e jövőre 26. fesztivál, arra egyértelmű és biztos választ egyelőre senki sem tud adni. A szándék a szervezők és a város részéről azonban garantált, a közönség részéről pedig láthatóan vitathatatlan az igény. A Pataki és az Erdeművek lépett színpadra először a Gárdon. A fergeteges hangulatú esten több jól ismert sláger is felcsendült. A Pataki Művek lépett először színpadra Agárdon. Pataki Gergő édesapjának, az Edda Művek frontemberének köszönhetően már igen fényes zenei múltat tudhat maga mögött, hiszen ő volt az, akit maga Pataki Attila karolt fel. A zene szövegek megírásánál is sok segítséget kapnak Gergőjék, és mint mondja, a színpad mindig is fontos részét képezte életének. Szerintem a színpad az pozitív dolog. Az Edda fényében lenni pozitív dolog. Edda koncerttel lenni, Pataki Művek koncerttel lenni, az pozitív dolog. Nem igazából érzek negatívot, semmit. Patakiékat követően a 48 éve alakult Edda Művek volt a soron következő fellépő. A zenekar születésnapot is ünnepelt július 2-án, Pataki Attila a koncert napján töltötte be 71. életévét. A sorsnak az, hogy ezen a mai napon van a születésnapom, és hát igen, ez mutatja, hogy
tulajdonképpen ilyen esendőek vagyunk, és milyen végtelenek, mert az ember van életkapu és halálkapu, jövünk, megyünk. És most éppen az életem egyik fontos és boldog pontján állhatok, és megpróbálok erre figyelni, és azt nem sikerül is. A frontember elmondta, egy csodálatos érzés volt az agárdi közönséggel együtt tölteni ezt a napot, hiszen az ő történetük teljesen összenőtt az agárdi popstranddal. Mi tudatosan élünk, és tudjuk, hogy mit akarunk átadni, és azt meg is tesszük. Ott vannak a dolog beelejtve, meg az én konfonjaim, ott van mindig benne, hogy éppen mi az aktuális, mi az ebben. Most éppen a Magyarok című dalunk az, ami nagyon fontos üzenet. A zenekar billentyűse Göme, pontosabban Gömöri Zsolt elárulta, saját maga is mindig a legjobbat igyekszik kihozni magából minden fellépésén. Arra törekszem, hogy jól muzsikáljak, azt a bizalmat, amit a közönségtől kaptuk, az ezzel tudjuk meghálálni, hogy minél jobban és minél színvonalasabban teljesítünk. Én azt gondolom, hogy meg már azért vagyunk annyira öreg rókák, hogy csak akkor megyünk fel a színpadra, és csak úgy megyünk fel a színpadra, tényleg a 100%-os másod nem megy. Az Edda rajongók jól tudják, nem csak a popstrand miatt volt érdemes ellátogatni Agárdra, hanem az 1990-es években megrendezett táborok miatt is, amelyek szintén fergeteges hangulatban teltek. Az Agárd az nekünk egy ilyen szívünk csücske, hiszen minden koncert egyénél följebb van, mert ugye nyilván az Edda táborok miatt nyilván olyan nagy a kötődés, és annyira szeretünk itt lenni, és azt gondolom, hogy tettünk is azért, hogy ez az Agárd név úgy a magyar köztudatba bekerüljön azért az Edda által. Ugye 9-10-szer volt itt Edda tábor, ha jól emlékszem, és hát mindig nagyon nagy kellemes emlékekkel jövünk el, és csak a szeretet dolgozik bennünk ilyenkor. A jó hangulatú koncertekhez pedig elengedhetetlen, hogy a zenekar szeretetet adjon, és mindezt a közönségétől is megkapja. Megpróbáljuk megfogalmazni a körülöttünk lévő dolgokat, erről énekelünk. Állag napi dologban tudunk minél hamarabb reagálni, úgy jönnek, hogy írunk egy dalt erről a mai napról esetleg, vagy bármi ilyesmi. És azt gondolom, hogy amíg van mondani valónk, amíg van mit kifejezzünk a zene által, addig színpadon leszünk és csinálni fogjuk, és azt gondolom, hogy ezt érzik. Azért én 38. éve vagyok a zenekarban, és íratom a dalokat az Attilával együtt, azt gondolom, ez egy óriási kapocs, és ezt érzik a lenti gyerekek is, és hát ugye több generációs a dolog, hát volt olyan is, sose fejtem, hogy itt az Edda táborban ismerkedtek meg, rá egy évre eljegyzés volt az Edda táborban, rá egy évre eskü, rá egy évre már hozták a gyereket. Szóval ez nagy dolog, ilyet nem sok zenekar tud elmondani magáról. Ahogy szinte minden együttes életében, ugye az Eddánál is előfordult nehéz időszak, amelyre a tagok örökre emlékezni fognak. A Kumpeti halála volt a legnehezebb pillanat az életünkben, azt gondolom. A többi meg mind szép és jó volt. Sajnos a Petinek a halála ez egy ilyen nagy tüske a szívünkben. Ment az élet tovább, csináltuk a zenét tovább, de hát azért mindig egy űr marad a Peti után, ez biztos. A zenekarnál egy-egy dal megírásánál fontos szempont, hogy annak szövege szívből jöjjön és érzéseket váltson ki. Ám ahogy mindenkinek, Gömének is van olyan zeneszám, ami a legközelebb áll hozzá, amivel a legjobban tud azonosulni. És hogy melyik is ez? Mindig a legkisebb gyerek a legkedvesebb. Tehát az utolsó lemezről, 35-ről nekem a Nem vagy egyedül a kedvenc dalom, amit az Attilával írtunk. Ugye volt egy gondolat bennem erről a dal, hogy annyira zaklatott és hülye világban élünk, hogy fontos az, hogy érezd, hogy nem vagy egyedül, és tudsz ránk támaszkodni, vagy a zenére, vagy a párodra, vagy a jóistenre, kikire, csak ne érezd, hogy nem vagy egyedül. És mi próbálunk a dalokkal segíteni, hogy tényleg ezt érezd, hogy vannak kötődési pontok. A július elejé koncerten egyebek mellett a Hírvívők című albumról is hallhatott dalokat a közönség. Emellett felcsendültek olyan jól ismert dalok is, mint a Kör közepén és a Kölyköd voltam. A szervező Turbók János tervezi a folytatást, reméli, hogy jövőre ismét együtt bulizhat a közönség a Velencei tó partján. Júliusban és augusztusban is megtelt a Fehérvár Csurgói Károly kastély nyári színpadjának nézőtere. A nyár folyamán a Veresei Színház művészei mutatták be nagy sikerű darabjaikat. Ide jön a férje is, hogy megvegye meg. Gyorsan, a hármas számú mezőre! A férje csak hiszi, hogy megveszi neki.
Nem értem. Visszalép a kettes számú. Nem. Szerelmi háromszögek, nerdzbundák, totális téboly, mindez London egyik legelőkelőbb szörmeszalonjában. Ezekért az élményekért azonban nem kellett Angliáig utaznia senkinek, csupán Fehérvár csurgóra, ahol ezúttal a Veresegy Színház színészei szórakoztatták a közönséget. Évről évre jönnek emberek hozzánk, gyakorlatilag 5 éve csináljuk ezt már a kastélyban. Az első években a kastély kért engem fel, hogy szervezek ide programokat. Most már a 3. éve gyakorlatilag ezt kiengedték a kezükből, és mi magunk hozunk ide önálló szervezésben előadásokat. Tavaly még 2 alkalommal jöttünk, tavaly előtt is 2 alkalommal jöttünk ide, az idén már 3-mal. A júniusi Gyöngyhajú lány című előadást követően július 11-én a Ne most drágámot mutatták be, többek között Csonk András és Mihályfi Balázs szereplésével. A szervező elmondta, mindig nagy népszerűségnek örvendenek a színházi nyári esték. Az első években főleg a környékbeliekre számítottunk, de most már azt lettük észre, hogy Szegedről, Zalaegerszegről, Sopronból, nem is tudom, hogy Somogy megyéből, Zala megyéből, Tolna megyéből, tehát mindenhonnan jönnek gyakorlatilag most már hozzánk. There is una krasivaja cukrászda of Herr Giovanni. Augusztus 1-én ismét megtelt a Fehérvár csurgói Károlyi kastély nyári színpadjának nézőtere. A Veresegy Színház művészei ezúttal az elmúlt 20 év legtöbbet és legtöbbféleképpen játszott vígjátékát mutatták be. A darabban felcsendültek jól ismert olasz slágerek is, amelyeket a közönség együtt dúdulhatott a színészekkel. A színház igazgatója szerint ez is hozzájárul ahhoz, hogy egy sikeres előadást vigyenek a közönség elé, azonban, mint mondja, van még egy fontos tényező. Az látszik színészeken, hogy szeretik egymást, és szeretnek ebben a darabban játszani. És ez higgyétek el, hogy ez át kell, hogy jöjjön a néző számára, hogy nem azért csinálja a színész, mert ez neki a pénzkereseti lehetősége, vagy ez a szakmája, hanem azért, mert ez a hivatása, és imádja azt a munkát, azt a közösséget, ahol éppen dolgozik, imádja azt a közönséget, akik előtt játszik. És ez ebből lejön ebből a darabból. Az Ankónai szerelmesek története 2 órás felhőtlen szórakozást ígér mindenkinek, megfűszerezve bőséges humorral és egy csipet erotikával. A főszereplőt alakító Buch Tibor elmondta, fontos, hogy a színész tudjon azonosulni szerepével, ami az esetben meg is valósult, hiszen az ő és Don Tomászó személyisége nagyban hasonlít. Megpróbálok minden szerepbe megtalálni magamat. Ugye ez egy ilyen Ankónának ő a, nem is tudom, gengszter főnöke talán. Egy ilyen nagyon sodró lendületű, nagyon nagy dumás, nagyon nagy képű, nagyon nagy lendületű ember, aki ugye tele van ugyanolyan emberi érzelmekkel, mint bármelyikünk, egész egyszerűen szerelmes. Mindez pedig számos bonyodalmat és vicces pillanatot okozott a történetben, amely egy igazi kulturális koktélt nyújtott a közönségnek. Ez volt már az Együtt magazin, tartsanak velünk legközelebb is. Szép napot kívánok, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.